11. CH. Mintha csak ma lett volna a nap, amikor szorongva beléptünk a nagy fa ajtón. Féltünk az idegenektől. Pár nap múlva már ismerős volt a járás, az osztály és az osztályfőnök. Nem tett igazából semmi különöset. Próbált minket az életre nevelni, arra, hogy sose szabad feladni. Szerintem, és ezzel valószínű, nem vagyok egyedül, hogy mindannyian emlékezni fogunk arra a mondatra, igazolások. Igaz, ezt a mondatot sokszor nem vettük komolyan, de rá kellett jönnünk, hogy csak jót akar. Nekünk az osztályfőnök. Köszönjük, hogy ebben a három évben kiállt mellettünk, próbált minket a jó útra terelni, és hogy ott volt velünk, amikor kellett. Köszönjük azt a sok munkát és szorgalmat, türelmet, odaadást is, amivel segített minket az évek alatt. Az osztályfőnökünk mindig erőt adott nekünk. Tudta, mikor kell mondani, reményt és esélyt adott. És amikor már megszoktuk egymást, akkor kell elválnunk, és egy új közösségbe beilleszkedni. Mégis azt mondom, ha nehezen is, de sikerülni fog. Mivel megtanított minket az alapvető dolgokra, ami az életben szükséges. Még egyszer köszönjük a munkáját. Nézd fel az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland vált sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást is, csak néha hetszelve, és most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ezt a sulit, döbbentem figyelve, hogy közben mindenki érik. Visszanézd a képeket, az elmúlt sulis éveket, sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek, sírnak, nevetnek. 11. F. Eljött a nap, amikor búcsot mondunk iskolánknak, tanárainknak és azoknak, akikkel együtt töltöttük a három évet. Ez a szakasza is lezárul életünknek, kezdődhet a nagybetűs élet. Reméljük, hogy tanáraink elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg. Köszönettel tartozunk, mert tudásuk jövet igyekeztek átadni önzetlenül és türelmesen. Nekünk nincsen más dolgunk, mint ezt a tudást kivinni az iskola falain kívülre. Nem feledve, hogy a Mikszáth Kálmán tanulói voltunk. Ahogy ezt Adi Endre is mondja, a szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, és mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák.
11. L. Drága osztályfőnökünk, kedves tanárnő, ez a pillanat is eljött, a búcsú pillanata. Hamarosan megszűnik számunkra az iskola biztonságot nyújtó védelme, és mi is megtapasztalhatjuk az élet örömeit és nehézségeit. Ám önnek köszönhetően ez számunkra nem lesz nehéz, hiszen az elmúlt 3 év során nagyon sokat kaptunk öntől. Köszönjük, hogy mindig segítőkész volt velünk, bármilyen problémánk is adódott, önhöz mindig fordulhattunk. Köszönjük, hogy mellettünk állt hiányzásoknál, tanulásban, hogy néha külön is elbeszélgetett velünk. Köszönjük, hogy próbált minket céltudatossá tenni, feltérképezni, hogy mi vár majd ránk az életben. Köszönjük, hogy motivált bennünket, ösztönzött, hogy legyenek céljaink, ne adjuk fel az álmainkat. Ha ön nem állt volna mellettünk, még ennyien sem maradtunk volna a végére. Most a ballagási ünnepség megható pillanataiban szeretettel és büszkén sorakozunk fel ön mögött, és ígérjük a ránk váró nagybetűs életben, igyekszünk az öntől tanultak szerint élni, mindig szeretettel fogunk emlékezni az együtt töltött 3 évre. D. Kedves osztályfőnök, szerintem abban mindegyet értünk, hogy ez alatt a 4 év alatt egy embernek nagyon sokat köszönhetünk. Egy igen határozott, rendszerető, kedves, megértő személyt tudhattunk osztályfőnökünknek. Kovácsné Győri Erika tanárnő végigvezetett minket a középiskola rögös, olykor beláthatatlan útvesztőin. Voltak olyan esetek is, ahol szigorú és keménykező volt, de így visszatekintve rájöttünk, csakis az életre készített fel bennünket. Ez a 4 év, amit vele tölthettünk, mindenkinek bátorságot adott, hogy kimerjen lépni az iskola kapuján a nagybetűs életbe. Köszönjük szépen! Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close. 12. kávé. Kedves osztályfőnökünk! Mintha csak ma lett volna a nap, amikor szorongva léptünk be a nagy fajtón, a megyeháza dísztermébe, és féltünk az idegentől. Pár nap múlva már ismerős volt az épületek közötti járás, az osztály és az osztályfőnökünk. Nem tett igazából semmi különöset, próbált minket az életre nevelgetni, arra, hogy sose szabad feladni. Pár hét múlva azon kaptuk magunkat, hogy megszerettük a tanárnét. Sok közös tanórai élménnyel és emlékkel lettünk gazdagabbak. Láttunk osztálytársakat felkapaszkodni, de egyben lemorzsolódni is. De az osztályfőnökünk mindig arra biztatott, hogy tartsunk ki és ne adjuk fel, még ha nehéz és válik a bejárandó út. Most, mikor megszoktuk egymást, akkor kell elválnunk és egy új közösségbe beilleszkednünk. Mégis azt mondom, ha nehezen is, de sikerülni fog, mivel megtanított minden alapvető dologra, amire az életben szükségünk lesz. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a 4 év kitartó munkáját. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. We argue all